Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A tücsök hegedűje. Egy őszi napon Alfonz a tücsök vígan hegedült a gomba mezőn. Az erdő lakói mind örültek a szép muzsikának. A hangya gyerekek is hallgatták a zenét, közben pedig labdáztak a dombtetőn. De jaj, a labda rossz irányba röpült, és kiütötte Alfonz kezéből a hegedűt. Alfonz rémülten kiáltott fel. A hegedűm! Összetört a hegedűm! Keservesen sírva fakadt. Annyira zokogott, hogy nyomban összegyűlt az erdő apraja nagyja. Alfonz dühösen mutatta barátainak a pöttyös labdát. Ez a labda, igen, ez a labda a bűnös. És a hangya gyerekek, most aztán honnan lesz nekem új hegedűm? Hegedűje darabkáit szorongatva belépett kunyhójába, és becsapta maga mögött az ajtót. Alfonz! Alfonz, gyere ki, biztosan tudunk valahogyan segíteni, mondta Bogyó a csiga fiú. De Alfonz senkit sem akart látni. A többiek tanácstalanul üldögéltek a gomba mezőn. Egyszer csak felkiáltott Babóca. Készítsünk Alfonznak új hegedűt. Igen, készítsünk új hegedűt, helyeselt Pihe a lepke kislány. Tudom, is ki segíthet. Meg kell keresnünk Patrikot, a kék pattanó bogarat. Ő készítette Alfonz hegedűjét. Nyomban útra keltek. Mentek hegyen völgyön át, míg megérkeztek egy kék házikóhoz. Bekopogtak. Félénk fejecske kukkantott ki az ajtón. Kék sipkát viselt, hátán csillogtak sötétkék szárnyai. Hát ti kik vagytok? Kérdezte. Babóca pedig elmesélt a pattanóbogárnak mindent, tövéről hegyére. Hogy csak ez a baj, ezen könnyen segíthetek. Ne buslakodjatok, két nap is Alfonz új hegedűn húzhatja a muzsikát. A pattanóbogár kiosztotta a feladatokat. Volt, aki fát gyűjtött a hegedű testéhez, volt, aki fűszálakat keresett a hegedű húrjaihoz. Amikor minden összegyűlt, Patrik hozzálátott a munkához. Fűrészelt, csiszolt, barkácsolt, gyantázott, lakkozott serényen, míg egyszer csak, lássatok csodát, el is készült az új hegedű. Kipróbálhatom? Kérdezte Babóca. Nem, ez Alfonz hangszere, szólt rá Pihe. De én is szeretnék egy hangszert, dühösködött Babóca. Én is, kiáltozták a kis hangyák. Cseng legyen, kiáltott a pattanóbogár. Mi lenne, ha alapítanátok egy zenekart? Egy szép, nagy zenekart. Zenekart? És mindenkinek lenne saját hangszere? Ez nagyon jó ötlet, lelkendezett Bogyó. Először elkészítették Babóca hárfáját. Vendel, a szarvasbogár nagy bőgőt kapott. Dömének, a krumplibogárnak csellót készítettek. Bogyó a tölcsérvirág kelyhéből készített magának trombitát. Egon, a cserebogár, mézvirágból alakította ki mélyen zengő kürtjét. A barlangipók gesztenyéből és magból készített dobot. Szellő és ugri pedig lapos kavicsokból cintányért. A kis hangyáknak nyírfa vesszőből faragott furuját a pattanóbogár. Pihe, a lepke kislány, fenyőágból faragott lantot kapott, Baltazár, a méhecske pedig citerát, Gömbi, a virágbogár, triangulumon játszott. Amikor már pompásan zenéltek együtt, elindultak Alfonz kunyhójához. Alfonz már messziről hallotta őket, kíváncsian lesett ki kunyhója ablakán. Szeme, szája tátva maradt a csodálkozástól. Kedves Alfonz! Kezdték a hangya gyerekek. Ne haragudj, amiért tönkretettük a hegedűdet. Fogadd el ezt az új hegedűt tőlünk. Patrik készítette. Alfonz nyomban meghúzta a vonót, és az erdőben újra zengett a hegedű szó. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja.
a homokvár. Egy meleg nyári napon Bogyó, Babóca, Gömbi és Baltazár felvették fürdőruhájukat, előkeresték vödreiket, lapátjukat, és elindultak a homokszigetre homokvárat építeni. Nézzétek, egy hatalmas dinnye, kiáltott egyszer csak Baltazár. Vigyük magunkkal, kérte Bogyó. Majd a nap végén megesszük. Jó, vigyük magunkkal, egyezett bele Babóca. Bogyó, Babóca, Baltazár és Gömbi óvatosan gurították maguk előtt a nagy dinnyét. De amint a domboldalhoz érkeztek, a dinnye megindult a lejtőn lefelé. Kapjuk el, állítsuk meg! Kiabált riadtan Babóca. Gömbi felugrott a dinnye tetejére, megpróbálta megállítani a szágoldó gyümölcsöt, de nem sikerült. Lábacskái kicsúsztak alóla, és lepottyant a földre. A dinnye pedig gurult, gurult tovább lefelé. Mindannyian szaladtak a dinnye után, ahogyan csak a lábuk bírta, de a dinnye gyorsabb volt. Amikor a dinnye a domb aljára ért, rázuhant egy éles kőre, és darabokra tört. Széttört a dinnye! Buslakodott Babóca. Ó, a dinnye! Szomorkodott Baltazár is. Ugyan, miért szomorkodtok? Inkább együk meg! Javasolta vidáman a kis virágbogár. A négy barát körbeülte a dinnye darabokat, és neki láttak. Falatozták, falatozták a piros édes gyümölcsöt, amíg egészen tele nem lett a pocakjuk. Siessünk a homokszigetre, mert nem marad idő várat építeni, kiáltott fel hirtelen a Katica lány. Várj, Babóca, én is veled megyek, mondta Baltazár. Én is, szólt Gömbi. De én nem tudok repülni, engem itt hagytok, kérdezte sírva Bogyó. Tudom már, építsünk kis hajókat a dinnyehéjból. Azzal gyorsan átjutunk a szigetre, és Bogyó is velünk jöhet, javasolta a méhecske. Kiválasztottak négy dinnyehéj darabot, egyet Bogyónak, egyet Babócának, egyet Baltazárnak és egyet Gömbinek. Az árbóc faágból, a vitorla falevélből készült. Amikor elkészültek, vízre tolták a hajókat, és a szél nyomban sodorni kezdte őket a homoksziget felé. Hurrá, vitorlázunk, kiáltotta boldogan Bogyó. Hamarosan el is érték a homokszigetet, és mind partra szálltak. Nézzétek, ott jön valaki! Egy vödör is van nála! Valóban, a homokos parton egy jókedvű bogárka közeledett. Babóca megszólította. Ki vagy te? Huba vagyok, a homokbogár. Itt élek a homokszigeten. Egy nagy várat fogok most építeni a parton. Igazán? Kérdezte Baltazár. Mi is építhetünk veled? Hát persze, gyertek, lássunk munkához, mondta Huba. Szép nagy homokvárat építettek együtt. Alagutakat fúrtak, tornyokat formáztak, kapukat fabrikáltak. Már csak a zászló hiányzik a tetejéről, mondta Babóca. Lerajzolta Hubát egy falevélre, és beleszúrta a vár tetejébe. Hű, akkor ez az én várom, kiáltott lelkendezve Huba. Amikor sötétedni kezdett, a kis barátok elbúcsúztak Hubától, és elindultak hazafelé. Aludj jól, várkapitány! Kiáltott vidáman Babóca. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A gomba kalapja. Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Vendel és Gömbi kirándulni indult az őszi erdőbe. Egyszer csak holk sírást hallottak. A bokor mögül jön, suttogta megszeppenten Bogyó. Egy kis gomba sírt a bokor mögött.
Hiányzott a fejéről a kalapja. Ki vitt el a kalapod? Kérdezte bátortalanul Babóca. Nem tudom, mire felébredtem, már nem volt a fejemen. Szipogott a gomba. Ne aggódj, majd mi segítünk, keresünk neked másik kalapot. Nyugtatta meg Bogyó. Mind hazaszaladtak, és hamarosan egy-egy fejfedővel tértek vissza az erdőbe. Hoztunk neked új kalapot, mondták, és sorra felpróbálták a gombára a kalapokat. Először Babóca adta rá pöttyös sapkáját, de az sehogy sem illett a gombához. Utána pihetette fel rá boszorkány süvegét. Nem akarok boszorkány lenni, mondta dühösen a gomba. Ezután Gömbi húzta elő napellenző sapkáját, de az meg kicsi volt rá. Most Bogyó következett. Két kalapot is hoztam, itt a kertész kalapom, és elhoztam az ördög sipkámat is. A kertész kalap viccesen festett a gombán, de ő ennek egyáltalán nem örül. Nem tetszik, szögezte le. Az ördög sipkától még dühösebb lett. Nem, nem vagyok ördög, mérgelődött kipirulva. Akkor lett csak igazán morcos, amikor Baltazár elővette a piros fazekat, amit a hóember viselt télen. Hiszen ez egy fazék, nem fogok egy fazekat hordani, dühöngött a gomba. Ez nem egy egyszerű fazék, ez volt a hóemberünk kalapja, vágta rá sértődöttem Baltazár. Végül Vendel a szarvasbogár került sorra, egy cilindert hozott a gombának. Ez nem is rossz, dünnyögött a gomba. De kérlek, keressétek meg inkább az én kalapomat. Azt szeretném hordani. Neki láttak megkeresni a gomba pöttyös kalapját. Épp ekkor repült arra a három kanári fióka. Mi tudjuk, hol van a gomba kalapja? Három szubogár csónakázik benne. Láttuk? Csipogták. Gyertek, irány a patak! Kiáltott Babóca. A vizen dalolászva csónakázott a gomba kalapjában a három szú. Adjátok vissza a gomba kalapját! Kiáltott rájuk dühösen Bogyó. Megígértük barátainknak, a bolháknak, hogy meglátogatjuk őket. Szükségünk van egy csónakra. De ez a kalap nem csónak, a gombáé. Adjátok vissza! Harciaskodott Bogyó. A szubogarak végül vonakodva visszaadták a kalapot. De hogyan jutunk el így a bolhákhoz? Kérdezték szomorúan. Majd mi elviszünk titeket, mi is a kis szigetre tartunk, csipogta a három kanári. Hurrá, madárháton fogunk repülni, ugrándoztak a kis szúk. De előbb visszavisszük a gombának a kalapját, szögezte le Babóca. Vagyis a csónakot, kuncogott a három szú, de Bogyó olyan szúrósan nézett rájuk, hogy nyomban abba hagyták. Köszönöm, mondta boldogan a gomba, és elégedetten mosolygott, mintha csak rám öntötték volna. A szúbogarak felpattantak a három kismadár hátára. Jó utat, kiáltott utánuk a gomba. Jó utat, harsogta Bogyó, Babóca és a többiek. Mindannyian búcsút vettek a gombától, és kalapjukat fejükbe nyomva elindultak hazafelé.